Fangen wir dann an, kezdjünk akkor. Ibi ellazul, nem görcsöl, és ismétlő üzemmódba áll. Először a leckének azokat a kulcsszavait fogjuk ismételni, azt a 15 szót, amivel a leckében is kezdtünk. Nézzük akkor, hogy hogy kell ezeket jól kiejteni. Ja, wein, te jössz. De wein. Oké. Okay. Mondom nagyon magyarosan, meg mondom németesen. Der Wein. Ők meg inkább, de ez a magyaros kiejtés, ezt elcsomagoljuk, csak hogy lásd a kontraszt, halld a kontraszt. De, azt az R hangot próbáld meg elracsolni, mint hogyha grófi származású lennél és racsolva beszélnél, alig halljam de, Wein. De, Wein. Aha, de. Aha, az a de, az úgy jó, csak utána rögtön nyilván mondom a következő szót, mert nem így sterilen beszélünk. De Wein, próbálkozzál csak. Der Wein. Okay. Der Wein. Aha. Der Kaffee. Der Kaffee. Oké, okay. Két F-fel és két E-vel írtuk, tehát 8 darab E-t mondok a végén, és itt is a D-t megpróbálom gyorsan elmosva ejteni. Der Kaffee. Der Kaffee. Oké. Okay. Der Kaffee. Aha. Das Bier. Das Bier. Itt is van egy R, amit el kell nyelnünk, csak ez a Bier legvégén van, tehát négy karakteres R-et mondjál, hogy bír, mint a magyarul, hogy bírlak, hanem elnyelni. Das Bier. Das Bier. Zupa. Das Bier. Megy ez. Mégse. Hát is olyan macerás ez a német. Der Käse. Der Käse. Oké. Okay. Ez egy olyan furcsa betűvel volt írva, amin van két pötty, tudományos néven umlaut, és olyan ságótarjániasan kicsit próbáld nagyobbra nyitni a szádat. De Käse. De Käse. Oké. Okay. Oké, okay. Szuper a Käse, csak az R meg túl koncentráltat, próbáld azt is elnyelve hagyni. De Käse. De Käse. Oké, okay. Jó lesz ez. Uh-huh. Das Haus. Die Haus. Das da. Haus. Aha, das Haus. Au, das Haus. Au. Kicsit an affektálva. Das Haus. Das Haus. Oké. Okay. Die Welt. Die Welt. Oké, okay. Ez 15 szó volt, és akkor most nézzük a konkrét mondatokat. Ugyanez lesz a dolgot, csak ismételt. Ibi, ez nagyon jó volt, ez tetszett. Köszönöm.